Ezt árulta el az orvos, áprilisban megszületik Meghan hercegné és Harry herceg első babája. Sok mindent lehet már tudni a születésével kapcsolatban, az már kiderült, hogy hol látja majd meg a napvilágot, de egy szakértő eddig még nem tudott titkokat is elárult a hercegné ujjai alapján. A Meghan hercegnéről készült fotókat megnézve láthatjuk, hogy a hüvelykujját milyen pózban tartja. Az utolsó új perce felfelé hajlik, írja a Joy, ez arra utal, hogy hipermobilisak az ízületei, vagyis hajlékonyabbak, mint az átlag. Ebből pedig Dr. Adam Taylor, anatómia szakértő arra következtett, hogy hamarabb világra fog jönni a baba, ráadásul nem tart majd olyan sokáig a szülés. A medencénél lévő ízületek lazulnak a várandóság alatt. Ha viszont hajlékonyabbak ezek az ízületek, akkor a szülés is könnyebbé válhat. Mondta az orvos, ezt az állítást pedig több szakértő is megerősítette. Egyesek szerint bár a hipermobilitásnak hátrányai is vannak, sok esetben ennek köszönhetően lerövidül a vajúdás időtartama, ráadásul az is előfordulhat, hogy a várnál kicsit hamarabb jön világra a baba.